Jó reggelt, Vietnám, üdv a csatornán, sziasztok gyerekek, képen jelentkezik a következő csodálatos Farming Simulator 19 1 milliárd eurós kihívás részsel, és most azt zörögtem, hogy elindítottam az órát, mert ma soskártya húzás lesz, és ettől mindig egyébként kicsit ilyen gyomoridegen van, ilyen kis görzsbe áll a gyomrom, hogy úristen, már megint mit fogunk bukni, vagy mit nem fogunk bukni. De addig úgy gondolom, hogy kellene valamit dolgozni, meg kellene. Egyébként annyit csináltam, amiről beszéltünk gyerekek, hogy kivettem tehát a szántást igényelt dolgot, ezt elvileg nem vettem ki. De kivettem szerintem. Időszakos szántás kivéve elvileg, itt van egy olyan, hogy kötelező szántás nem. Úgyhogy nem kell, elvileg kötelező szántás az ki van véve. Jó? Na, jó. Akkor a következő van. Messzezés se kell most, hanem gyakorlatilag vetni kellene, meg majd trágyázni. Szóval akkor adjunk neki is annyi, a vetőgépem hol van? Ja, hátul van a vetőgép. Oké, veretjük neki mindjárt. Vessük el! Várjál, vetőmagom az hol van? Van-e egyáltalán vetőmagom? Azt hiszem, hogy ennyi az összes... Jó, hogy megvan, jó, hogy vigyünk keverezve, gyerek. Ennyi az összes vetőmag, Dick. Várjál, kiviszom a... Ennyi az összes vetőmag, Dick. Tényleg? Ezzel nem megyünk a bucsóba. Na majd mindjárt kiderül azért rám. Kimegyünk a kristállal. Majdnem átmentem a izén, zsákos Frodo. Igen, ma lesz nekünk csodálatos kártyahúzásunk. Remélem, hogy nem lesz semmi probléma, de akármi lesz, akkor sem fogjuk aladni. Még hogy a földet bukunk, akkor se. Hú, nagyon izgulok egyébként. Mindjárt föltöltjük. Szóval azt nézem, az... Mi az, hogy kettő dolgot lehet? Aha, belekerült. Ez mi? Ez izét is tud egyszerre? Várja, már nézzük meg ezt a izét. Ezt a vetőgépet, hogy ez mi olyan csoda vetőgépet? Ez bűtrány az is egybe? Ne szórakozzál, ez komoly. De van nekem műtrágyám valahol, várja. Ki? Az nekem az nagyon jó lenne gyerekek, ha műtrágyázni is tudom. Azt nem is néztem, bazze. Ó, gyerekek, ez műtrágyáz is egybe. Hát ez nagyon ász. Na akkor töltsük tele meg igazából, az a baj, hogy sajnos. Nem, nagy... Bazen, ezt nem néztem. De akkor ez gondolom valós. Van ilyen retro ruszki cucc, ami egybe műtrágyáz is. Hát ez jó. Jó, én hiszek neki gyerekek, és megmondom őszintén, hogy örülök is neki. Mi volt ez a durranás? Mint ha valami durrant volna. Nem tudom, hogy meddig fog elég lenni benne egyébként a cucc, és nem búzát akarok vetni. Természetesen, ha már egyszer létezik. Elvileg a baba, melyik ugye jó hozamú, várj, megnézem gyorsan, jó? Melyik az, ami nagyon jó hozamú? 1500 a gyapot, jó, felejtsd, de a bab az 1200. Tudom, hogy az nem olyan nagy hozamú, viszont sokba kerül, úgyhogy ez nekem jó. Tojás, hát igen, akkor izét kell, gyerekek. Szójababot kellene. Mivel kell váltani? Óval? Azért nem emlékszem már rá. Malasz magad Z, de hülye vagyok. Nem volt ez sose Z, izé, ó. Jó, szólja bab. Gyerekek, ez a traktor, ez úgy rúg, mint a disznó. Figyelj, elinduláskor. Na.
Ha szerencsénk van, elég is lesz egy zsák erre a földre. Annak örülnénk, akkor nem kell elmenni. Meg ugye egyből műtrágyázunk is, ennek megint tudok örülni. Na jó nagy fordulókörünk van, azt ne felejtsük el, az Ettor ez elég nagy fordulókörrel rendelkezik. Jó, addig gyorsan elvetünk, amíg sorskártyabúzás lesz, és akkor onnan talán tudjuk folytatni, meg fogjuk látni, hogy mit fogunk húzni. Egyébként nem hangos egy kicsit ez a Zetor, remélem, hogy azért halljátok, amit mondok, meg ilyesmi. Ezt megpróbáljuk itt kihúzni, a következő már valószínű, hogy nem fogjuk. A következőt már valószínű, nem fogom kihúzni. Ezt ne haragudjatok, tudom, hogy ez elég alpári dolog, de most keresztbe le kell húznom. És akkor talán valami meg lesz oldva így. Muszáj, muszáj a gyerekek, mert nem férsz el, máshogy. Ó, izgulok! Izgulok a sorskártya, miért kíváncsi vagyok, mit fogunk kapni. Remélem valami jót, nem tudom. Vannak ilyen nagyon, tudjátok, igazából, hát mondjuk, az mondjuk hülyeség azt mondani, hogy még a rossznak is jobban örülök, mint az ilyen nagyon statikusnak, mert vannak olyan dolgok például, aminek semmi értelme, mit tudom, 15-tel mehetsz maximum, tudod. Nem tudom, akkor inkább valami nagyon érdekeset kapjunk, és akkor megoldható feladat legyen, meg ilyesmi, ne az legyen, hogy valami full értelmetlen kapjak, érted, nem? Inkább akkor legyen valami izgalmas. Igen, ez érdekes embertem, de figyelj, higgyétek el, hogy menjetek ki a rétre, aztán főleg a fő célra megyeles, vagy nem a rétre, hanem a betésre, mondjuk most nem menjetek ki, mert most annyira nem látszik, de nem full párhuzamosan van minden bedve. Pont efér. Egyébként annyira nincs rossz fordulókör ennek az Ettornak. Mélem ezt az Ettort tetszik, kicsit nagy a hang benne, mivel ugye az ajtók azok hiányoznak. Tök jó. És bőven elég lesz a mag, úgy látom. Meg is vagyunk trágyázva egyszer. Gyerekek, akkor igazából permeteznünk kell majd. Ugye, hogyha gyomosodunk. Gondolom már, nem tudom, az első vagy a második növekedési fázisból az megindul. Meg esetleg még egy trágyázás. Mert ugye elvileg kettő a tökéletes. Kicsit ilyen lajtavető beütése van ennek. Meg ugye hasonlóban van ilyen orosz vetőbe szintén, vagy pedig az lehet, hogy IH, amelyik így hármat össze lehet akasztani, és akkor ilyen nagy földeken ugye tudod húzni egy ilyen Y alakú, vagy egy ilyen háromszög alakú csatolóval tudsz többet összeakasztani belőle. Hármat vagy kettőt? Lehet, hogy csak kettőt van. Srácok, megy a meló ezerrel. Pont végzünk arra, amire sorskártya húzás lesz. Oké. Visszaforgalunk erre. Az ilyen idő pepitába van lehúzva. Hát ilyen kicsi földön sajnos, hogy szenvednem kell, bocsérte. Ja, azt veszem észre, hogy a kerekek... Az eddig is az volt, hogy így nagyon kosztosodnak, kimész az aszfaltra, akkor meg lerúgja róla azt, figyeld. Tisztul, 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 egyre tisztul, tisztul. Ez mondjuk lehet, hogy mindig is így volt. Vagy pedig ez valami módnak hatása, aztán van ám ezer mód benne nekem. Na nézd meg, most kosztosodik. Egyre inkább. Kimegyek az útra, akkor meg leföcsögne róla.
nem mint hogy annam, mert tök jól meg van csinálva. Érdekesen fog majd nőni itt a bab. Ugye babnak nincs szalmája, szóval annyi problémánk lesz vele. Ugye azon követőre van itt egy tuskó. Hát se tudja húzni rajt. Tök jó, hogy le lehet látni, hogy van ott egy üvegfelület, az marha jól meg van csinálva. És úgy emlékszem, hogy ez tényleg így volt ugye az etorkristáloknál. Jó, és ezt már oda-vissza le tudjuk húzni, úgyhogy mindjárt meg vagyunk vele. Ja! Hú, gyerekek! Egyébként arra is emlékszik, amikor legelőször jöttek ezek az zetorkristálok. Sose tudtam, hogy zetor, megmondom őszintén, vagy... Vagyis azért nem tudatosodott bennem, mert emlékszem rá, hogy a... Mindenki úgy beszélt róluk, hogy a kristál. Hogy itt tudom én, a Kovács Józsi az újabban kapott egy kristált. És akkor fogalmam sem volt, hogy ez zetor. Mindenki kristálnak nevezte, csak gondolom jó nagy felirat az oldalán a kristál, és akkor legyen kristál. A fotel egyébként legelőször, tudjátok, mint kezdett. Hú, arra biztos, nem, biztos meséltem, de lehet, hogy vannak olyanok, akik így talán nem hallottak róla, meg szeretek beszélni ilyen régi dolgokról. Igazából ezt a fater mesélte el, képzeljétek, Julius, most hadd térjek ki rá, múltkor találta a tesóm egy olyan ilyen archívumban, ilyen újságrészletet, hogy a mit tudom én melyik településen itt a párt által megrendezett szántóversenyen Nagy Károly első helyezést ért el, mit tudom, 1950 akárhányban. Ez komolyan, nagyon durva hallott. Az országos szántás versenyen, de mit, lehet, hogy az csak a megyei ilyen mindenki nevezik, selejtezője lehetett, de az a lényeg, hogy itt első helyet ért el. Ez nagyon jó, nagyon, nagyon meglepődtem, tök jó. Ja, izén kezdett egyébként Hoffer traktoron, körmös Hofferen. Ez ugye olyan volt, hogy nem volt gumikereke, hanem elől ilyen izékereke volt, ilyen kis egyenes, lemezkerékszerű, hátul is az volt, fémből volt, csak ott már voltak rajt körmök. Amiatt, mert hát nem volt tapadás legyen érted. Nem volt gumikerék, mert itt olyan gumi az drága volt, nehéz volt előállítani, közé volt vaskerék körmökkel, és akkor az öreg volt, mint a nyomorúság. Szóval igen, körmös Hofferre kezdett. Emlékszem, mesélte, hogy valami 15 éves korában, mert ugye az volt, azért kezdett azzal, meg azért 15 évesen már traktoros volt, mert képzeljétek el, hogy Fotel 35-ben született, szóval ilyen, mit tudom, 50 körül már traktorba ült 15 évesen. Ugye háború után nagyon kevés volt a férfi. Mivel ugye rengetegen meghaltak, sérültek voltak, hiányzott a lába, ilyesmi, és akkor azért adtak alá egy traktort. De azt képzeljétek el, 50-be, azt hiszem 50-be még nem volt magánembernek autója. Tehát nem is tudom, mikor oldották fel ezt, volt egy ilyen szabály, hogy magánembernek nem lehetett autója. Tehát nem volt autó, akkor a traktor, az, hogy valaki traktorja volt, meg hát úgy volt traktorja, ugye, mondhatni egy státusz szimbólum volt 15 évesen, főleg, hogy rábíztak egy olyan gépet, amelyik azért nem volt annyira gyakori, mint most, hogy a traktor érted, hanem nagyon sok lóvontatású dolog volt. A körmös Hoffer az egyik első traktor volt a Magyarországon. És akkor azt rábízták, és mondta, hogy nagyon menő volt. Mármint a csajok azok imádták, hát nem volt senkinek autója, főleg ilyen falvakba, hanem őneki volt mondjuk egy traktorja, meg mondjuk a másik faluba, őnek másiknak traktorja. De mondta, hogy rettenetes volt, mert 15 évesen éjszaka is például kint szántott, ugye hát az görmös traktor, mit tudom én, kettesekét, ha vitte, akkor nem tudom, akkor biztos örültek. De... mindig szántani kellett, meg mindig dolgozt, télen is ugye kabrió traktorra menni kellett, baze, nem szórakoztak. Jó, sorskártya húzás egyébként. Ja, és utána meg egyébként mondta, hogy volt olyan kép is, hogy DT-n dolgozott, mindig mondta, annyit, az csak azt mondta, hogy a DT-n. És akkor utána esett le nekem, amikor játszottam a Farming Simulator, hát ez a DT-75-ös, úristen, és volt olyan kép, hogy ott a DT mellett áll, Lánctalpas mellett. Fú, nagyon...
És ugye ezek voltak akkor a csúcs technikák, ezt úgy képzeld el, hogy ezek nem azért, mert dolgoztak ezzel, mert ez ilyen jó volt, mert retro volt, mert a DT. A DT az ott tartott, mint hogyha most meglátsz egy 620-as IH-t, érted? Valamint kész IH-t. Ott tudod azt a gumihelverderes nagy dögöt. Az a technika volt, már mint az a, akkor az volt a csúcs. Mint most például egy gumihelverderes kész IH 620-as. Há, ugyanakkor látványosság volt, ugyanaz, úristen, wow. Volt, érted. Na jó, sorskártyamúzás. És izguljunk gyerekek együtt. Nyomok mindig előtte egy ilyen összekeverést, hogy nehogy azt higgyétek, hogy bármit is módosítanak. Oké. Csapjuk neki, hát. Izgulj! Jó. Éppen amelyik gépedet használtad, mikor kiúsztad ezt a kártyát, lerohadt. A részben már nem tudod használni. Jó, ez jó. Ez semmi gond. Ez egy, éppen melyik gépet használtuk, ugye a Crystal Zetor. A Crystal az ott rohadt meg. Az a lényeg, hogy mindig akkor ott lerohadt. Jó. Ez jó. Ez egy jó dolog, itt kerülgetni kell annyi. Ebben a részben már nem használtam. Hát ugye ez akkor főleg rossz, hogyha például akkor történik, hogyha mondjuk, tudom én, arattam volna, és akkor abba kell hagyni az aratást. Ez, ennek megint van értelme, ennek a sorskártyának, most szerencsés helyzetben ért minket az, hogy nem kellett ezt megcsinálni. Jó, gondolkozzunk, hogy mit kellene csinálni, gyerekek, valamit kellene. Azon gondolkoztam, hogy lehetne egy kis bérhunka, vagy permetezni viszont kell. Permetezni viszont kell. Viszont akkor, viszont, permetszerem meg nincsen, more, hát baze, álljál-e, raklapos cuccoknál ugye van permetszer. Folyékony műtrágya nem érdekel, gyomírtók szóróba töltött a káros növények eltávolításához. Ilyet kellene hozni, figyelj, raklapos, cukornádos raklap, van nekünk, az nem nincs minden. Ez egyébként izé, mi ez, a szalma vagy mi a szor, a... Igen, akkor kell izé, gyomírtó, kell nekem gyomírtó. Meg kéne venni egy 2000 literes tartát, már ennyire 2400-ba kerül. Massze! Ebből nincs kisebb? Olyan. 2400-ba kerül, hát akkor hogyan oldom ezt meg? Várjátok, gondolkodjuk, nem tudok valamit eladni. Mármint ilyen garázs szinten, nincsen véletlenül valami olyan, amit abszolút nem használok. Jaj, az időszakos szántást kivettem. Ugye? Nem, és egyelőre akkor most az eke talán annyira nem kell. Nem mondom, hogy nem kell, mert lehet, hogy kelleni fog később. És bocs, hogy kivettem, de hadd ne szántsuk végig minden egyes harmadik vetés előtt a földet, érted? Nem kell, az nem akarom. Oké. Ezt eladom. És akkor lehet, hogy... meg tudom menni a permetszert. Most az lenne jó egyébként, ha tudnám vinni a permetezőt is megtölteni, de nem tudom. Meg az lenne jó, hogyha mondjuk homlokrakodóra tudnék venni azt, amit ugye nem tudok venni sajnos rá izét. Tudjátok mit? Villát, már akkor az is megkönnyíteni a dolgot, fel tudnám rakni raklapos cucc a pótkocsira, nem tudom sajnos megcsinálni, úgyhogy ez egy eléggé faramúci helyzet lett. Hát most várjatok, akkor figyeljetek, miért nem pörgetünk az időbe egy kicsit, nem? Hogy menjen az idő, mondjuk egy 60-ason, menjen az idő egy 60-ason, közben ténykerünk, csináljuk a dolgokat, és akkor tudunk permetezni, és tudunk aratni, végre ki tudjuk próbálni. Remélem, az a szóját azt tud aratni, de a combine nem is figyeltem. Nehogy azt beszívjuk, hogy a dob nem tud szójázni. Írtátok, hogy az első kettő növekedési fázisban nem tudod letaposni a növényt, az jó, de akkor sietünk el, gyerekek. Akkor az eke az eladó lesz. Járok innen, mert mindig biztos be. Ja, nem hoztunk olyan veszélyes sorskártyát. Annyi, hogy lerohadt egy gépünk. Hát ez... annyi baj legyen, gyerekek. No probléma.
Igen, és gondoltam bazzer, hogy megszívott. Ez volt az, amiket nem tudtam, hogy eladni itt. Ez volt az, amit nem tudtam itt eladni? Hát ez nem jó. De várjál, ezt nem is értem, hogy miért nem lehet itt eladni. Nem lehet bazzer. Ú, ez elég baj. Elég baj. Mert az a baj ezzel, így kevesebbet kapunk érte. 2500, mondjuk megvan. Megvan annyi, hogy meg tudjuk verni a gyomírtót. Az a baj, zsákosba ér nincs, ugye semmi. Hogy lenne zsákosba gyomírtó? Nincs semmi. Jó, hát akkor ezt meg kell venni. Azt nem tudom, hogy valószínűleg, hogy kanállal nem nagyon tudnám csibészkedni a pótkocsira. Meg itt volt meg egy mag, lehet, hogy el kellene jönnöm póttal. Hát ez biztos, hogy nem fogom tudni felrakni. Ja, volt itt egy izé. Volt itt még egy magunk. Vagyis nem is magunk, hanem izénk. Műtrágyánk. Ez a baj, akkor el kell jönnöm a permetezővel. Hát mindegy, eljövünk a permetezővel, megtöltjük. Azért biztos az elég lesz egy darabig, hát akkor meg itt... Figyeljetek, az a baj, nem tudok menni, most még kellene nekem egy... Kellene nekem egy hoblokrakodóra egy villa, ahhoz, hogy ugye föl tudjam rakni, hát ezt nem tudom megoldani, mert nincs pénzünk. Ma mindenképp a földeket át fogjuk nézni, hogy esetleg mit tudnánk venni. Lehetne egy olyan lehetne olyan földet is bennem, amin fa van, vannak ilyen kisebb földek, mert akkor tudnánk azt csinálni, hogy megnő mindig a cucc, addig tudnánk mondjuk erdészkedni. Bár az azért nem egy olyan izgalmas, de jó pénzkeresést is lehetőség. Meg ugye bérmunkázhatnék, de nem nagyon akarok bérmunkázni, nekem az a bérmunka dolog, ez olyan, hogy ez olyan kibúvás. Az alól, hogy gondolkozzunk, hogy hogy szerzünk pénzt, nem? Mert most neki alok bérmunkázni, aztán ész nem kell hozzá, csinálom mind az őrült, ezt jó van. Ezt tök viszonylag jó fizet. Ahhoz képest, hogy, ezek, hogy mennyit tudok az elején összeszedni, jártak. Most ez... Igen, ez egy kicsit olyan... Tényleg egy olyan kibúvás lenne a felelősség meg a kihívás elől. Alól, nem elől, alól. Jó, hát el kell venni a permetezővel. Kár volt elhozni a permetezővel. Minek hozom már a permetezőt? Ezért nincs permetszer. Elmegyünk. Közben szerintem lassan elkezd érni. Az éjszakákat valószínűleg át fogom pörgetni, mert ha csak nem nagyon megszívett minket egy ilyen sorskártya, de azon kívül nem nagyon akarok éjszakait szórakozni. Itt van egy nagy füves terület egyébként. Ide ugye állatokat lehetne telepíteni például. Valószínű, hogy nagyon nehezen lesz meg a TS telep, egyáltalán meg lesz valaha, úgyhogy mindenképp ki kell váltanom azt egy helyjel, ahol állatokat tartok. Ez nekem ezt tetszene. Mert itt valószínű, ezt szar lenne itt fölszántani, ha egyszer, hogy mondjam, ugyan, kerítés van, nem nagyon lehet megművelni normálisan, mindig beleakadsz, vagy minden szar. Emiatt itt lehet, hogy itt fogom kialakítani majd az állattartást. Nagyon nem tartottam állatot Farming Simulator 19-ben, főleg még régen tartottam valamibe, de nem van nem. A gyerekek, töltsük meg. Jó, miért jó. De ez valószínűleg elég lesz egy darabig. Tök jó lenne, hogy látszana benne, így löcsögne. Jó, hát ez pont. Ó, ott maradt a üdvöl, ott maradt a zsák. Ezt a zsákot valahogy elkérem. Jó, a zsák az vissza fog kerülni egyébként mindig ide, aki esik a grafikából, ez egy jó dolog. Igaz, hogy nem oldották meg a készítők ezt a bugot, de azt megoldották, hogy visszakerüljön. Gondolták, jaj, azt nem tudjuk megoldani, hogy ne essenek ki a tárgyak a grafikából, de hülyéknek visszarakosgatjuk. Egyébként várjál ma? Ezt akartam megnézni, igen, itt akartam megnézni. Igen, ezt ki is rakom, mert ez nem kell. Megtrágyázott, ugye? Érdekes, hogy ilyen csikosan. Ja. Azt akartam megnézni, hogy
Itt ez miért villog? Igen, mert valószínűleg, hogy izé, hogy nagyon jól veszik a cuccokat, ugye? Isten. Jó, poszos a verda majd. Kéne venni majd a sterimot. 18 óra 47. Jó, permethetünk gyerekek. Megnézzük, ugye fölmegyünk a földre, az kiderül, hogy mennyire gyomosodik, vagy mennyire nem gyomosodik. Figyeljetek, ez a 2000 liter arra a földre szerintem 28-szor elég, inkább legyen lepermetezve, legyen minél nagyobb hozam. Ugye, ez jó drága, a bab. Nem olyan sok terem rajt belőle, viszont... Viszont... Jujj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 
Itt továgok várja. Ajá, meg sanyi. Na. Ojjaj, már nő is, már nő is. Várjátok, lehet, hogy azt csinálom, hogy lelassítom az időt, még amíg nincsen teljesen sötét. Fölkapcsoljuk, ezt lehet, hogy lepernek a gyerekek ezt, hogy ne az legyen, hogy... Mert már gyomosodik, várják, kiszállok, megnézem. Növekedés növekszik, megtrágyázott 83%, úgyhogy még egy trágyázást az ráférne. Majd letrágyázzuk még egyszer, és gyom 0%. Gyom 0% gyerekek. Akkor... sőt, akkor pörgetünk az időbe, ha nem gyomosodunk még. Megállítjuk. Oké, pörgessünk az időbe bele, hogy minél gyorsabban megnőjön, mert hát azért az 1 milliárd eurót tényleg azért el kellene érnünk. Következő növekedési szakaszban megnézzük, hogy mi fog történni. És nehogy nagyon letiporjam. Oké, következő növekedési szakasz van. Gyom 100%, tessék, érdemes volt várni egy kicsit. Mindjárt ledorrantom, aztán akkor nem ez van a gond. Előbb lemegyek. Elvileg ebbe a növekedési fázisba még nem taposom le. Mi gyerekek, ez aztán kinyílott apám. Ez öcsém. Na oda nézzék. Ezt kétszer lehúzom az egészet. Na. Na, majd főleg itt sötétben nagyon nem látni, hogy meddig van lehúzva. Jó. Hát de, ja, 25 fogyott. 25 fogyott gyerekek, 25 liternyi fogyott. Egy csikon, úgyhogy nem lesz ez a gond. Inkább egymásra lógatom. Ezt érdemes leengedni egyébként, vagy... Nem. Inkább lógjon át egyik erről a másikra, mint hogy kiadjak területet. Itt lehet, hogy el kell fordulni. Nem tudom, mennyire érdemes leengedni, hogy miért el van leengedni. Nem látom a végét. Nem látom a végét! Szomborok itt vagy szemben. Jó. Szomszédét is! Szomszédét is! Na, középen eljövök szerintem, és akkor meg is vagyunk. De ja, itt sötétben nem látni, de nem nagyon akarok belepörgetni. Nehogy az legyek, hogy majd letaposom a következő növekedési fázisba. Inkább éjszaka megcsináljuk. Meg most egy kicsit szeretnék beindulni, egy kicsit szeretnék termelni, hogy legyen pénzük, mert itt soha nem lesz. Úgyhogy ezt lehet, hogy meg is fogom növeszteni még ebbe a részbe. És nekiállunk aratni, valahogy nagyon érdekelne már, hogy egy kicsit jobban haladjunk, egy kicsit gyorsabban működjenek a dolgok. Ja, még egy trágyázás lehet, akkor meg kell ejtenem. Ugye az el is ment ott. Azt néztem, ez el is ment a kerítés fölött, szóval nem lett volna gond, hogyha beleakad. Figyeljetek, ezt ide rakom szerintem. Ez tök jó olyan van itt. Oké, gyerekek, akkor növekedési fázist. A trágyázást lehet, hogy meg kellene ejtenem, gyerekek. Lehet, hogy trágyázni kellene.
ebben a növekedési fázisban még, és akkor meg is múlnánk, nem? Baze, hallod? Itt azért sötét van. Ja, meg felkapcsolattam volna a villanyt, mi? Megpróbálok betolatni így. Belső nézetbe, sötétbe. Macska, baze! Nehogy elém jöjjön, macska. És egy műtrágya van benne, ugye? Az hát. Ezzel le tudom durrantani még. És akkor biztos, hogy leg lesz trágyázva is. Kinyitottam. Gyerekek, ezzel a földdel úgy bánom, mint a hímes tojásra, hallod? Ez mindent megkap most. Ez most mindent megkap. Ez nem panaszkodhat. Egyébként egy csomó műtrágyám van, meg van ugye szelves trágyám is, csak ahol nincs trágyaszórom, szóval ez annyi probléma lesz. A gyerekek, ez nem lesz megtrágyázva, meg gyomos lesz, akkor megőrülök. Ezzel tényleg a maximum hozomot megpróbálom kinyerni ebből. Megyünk itt még egyet. Megyünk befele, jó? Ilyen csigavonalban megpróbálok. Oda baj, nem nagyon látom, hogy meddig volt, de próbálok emlékezetből. Itt is még csak egyszer mentünk el, tehát akkor kb. Itt fordulok, itt már viszont kétszer mentünk, tehát itt fordulok. Oké. Na srácok, szerintem ez már tök jó lesz. Ebbe beleölöm a pénzt meg a munkát ebbe a földbe. Ennek tökéletesnek kell lenni, ennek olyan hozam, és akkor meg tudjuk látni, hogy meg, mi az a nyíl hozam, ami kinyerhető ebből. Jó, itt már biztos, hogy megvagyunk, bezárjuk a eszközt. Ide fal egyébként bepakolhatok, egyébként ez nem az én területem, megmondom őszintén. Oké, okay. Ja, várjátok, álljunk meg. Mit írunk rá? Megtrágyazott 96%, gyom 0%, látod? Úgyhogy ez tök jó, elvileg hibátlan, akkor pörgessük az időt, és akkor legalább reggelig, ó, egy kis 89 euró van, gyerek, engem éjjel döglöm, hallod? 89 euró. Időpörgetés, a videó felé környéken járunk, úgy látom, hogy gyomok azok el is száradtak, tök jó. Megtrágyazott 100%, nézd oda. Gyom 0%. Kiszáradtak a gyomok. Baró jó. Baró jó. Oda néz. És még mindig 100% megtrágyázott, gyom 0%. Ez nagyon-nagyon sikerült. Jó. 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 Hát igen, ebbe belepörgetek addig, amíg meg nem nő, gyerekek. Igen, még egyszer levontam, már csak 40 eurónk van. Remélem, hogy holnap be fog érni. Ma érjen be, érjen be. Na, érj be! Nem, a mínuszba fogok menni lassan. Ó! Tök jó! Pont jó, gyerekek, és nézd meg, megtrágyázott 0%, gyom, vagy megtrágyázott 100%, gyom 0%, tökéletes, gyerekek, tökéletes, tökéletes, és nagyon állat, sikerült, az első, első ilyen művelet, úristen, oké, jó lett, gyerekek, hát nem olyan hatalmas, ha belegondolsz, hogy megnézed, hát lekapcsolom a lámpecskút. És akkor ezzel még menjünk. Megpróbáljuk elindítani. Hát nem tudom, mennyi pénz lehet leszedni erről, mert... Fú, az a 47 eurónk van, azzal nem megyünk-e bucsúba, gyerekek, most már tényleg. Erről mennyi pénzt fogunk leszedni? Ezt
Szerintem a kombányba bőven belefér az egész. Fú, gyerekek! De viszont nagyon jól sikerült ez a... ez az egész. De ne vagyunk engedve. Most látszok. Isten. Mennyi fog erről lejönni? Nem fog sok lejönni, basszus. Most látom, 2%-ban van így. Te Isten. Jó, gyerekek. Valami nagy idő lesz szenvedés, már most érzem. Nem lesz az 1000, megint nem gazdagszunk meg, ez örülök neki, hogyha lesz 1000. Édes Isten! Édes Isten! A krumpli még jobban adta, gyerekek! Krumpli még jobban adta, én érzem, hogy ez nem lesz jó. Nem, de van, nem, 1000-nél csak több lesz, bazza. Nézzük külső életben. Hát már felét ledurrantottam majdnem, és ma 365. Pedig bazza, nagyon-nagyon nagy izét... nagyon-nagyon ráfordítottam mindent. Trágyáztunk, műtrágyáztunk kétszer, gyomot írtottunk, szépen permetezés volt ugye. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Szomszéd földje az jó csúfos. És az a durva, hogy a hármas föld, az végig csak ilyen gyöp. Nincs elvedve senki, és hogy mi van a hármas földdel. Hát srácok, ez így nem lesz olyan kifizetődő. Ugye? A teleken szójabobot termelnünk. 1000-nél több lesz, tehát figyelj, akkor is keresünk majd izét. Mennyit? 1600-at? Hát azon mit csinálok, gyereke? Sporolok meg az üzemanyagba, és nem tudom mit csinálni. Na most aztán azért bele kell gondolni, hogy mit csináljunk. Ezzel nem fogunk kevenni bucsúba. A 47 eurónk van. És ez nagyon-nagyon, ez nagyon semmi pénz lesz. Már most látom, én már most nagyon szomorú vagyok, hát alig telik. Alig telik, nem tudom, mit csináljunk. Hát itt már a gondok nem egyszer kicsik. Főleg, ha majd még egy sorskártya becsap valami nagyon rossz dolgot. Hú, figyelj, most mondjuk van kombájnom meg minden. Nagyon gondolkozok dolgokról, hogy mit csináljunk. Föld kellene, föld kellene. Föld nélkül nem lesz termés. Hát nem véletlenül valóságban is ugye a földél recegnek a gazdák. Vásárolják fel, ahogy csak tudják. 1100. Nem tudom, 1500 talán lejön. 1500-ért megkapunk körülbelül mennyit? 2300 izajt? Eurót? Hát azon megint mit csinálom? Kitörlöm a seggemet, hallod? Ezzel megint kitörlöm a seggel. Mondjuk most nem kell vennem semmit, mert van mindenem. Csak ugye kellene csinálni egy vetésforgót, tehát akkor egyrészt legalább kétszer kellene aratni, hogy valami hasznunk legyen. Össze kéne szedni egy földre. Figyeljetek, az lesz, hogy egy kicsit mindjárt taktikázom, hogy hogy lehetne kihozni. Csak mindig ez a rohadt sorskárta is ugye beteszi a kaput. Jó, következő részben nem lesz sorskárta. Következő részben össze kéne szedni egy földre valót. Így vagy úgy, vagy nem tudom, de valamit ki kell találni. Ez így elég elszomorító. De a baj, fele földet elfoglalják a ház, meg ilyenek. Na srácok, akkor jövünk küríteni. Megállítom addig. Állítsuk meg mindig, mert üzemanyagra nem lesz pénzük. Én már most látom, hogy szomorú sorsa van. Nyolom a pótot. Nyilvánom a pótot, gyerekek. Áj, nagyon. Ezzel nem megyünk a bucsóba. Ez alig lesz a kocsi aljába. Hát ez egy ilyen...
Ez tényleg kicsi gazdaságra. Az a baj, sokan írjátok, hogy ó, oh, csitejébe pénzt, én már előre látom, meg mint segítsél magadnak. De jaj, annyira nem akarom, azt nem akarom, meg szerintem a többség se örülne neki, hogy itt olyan nagyon egyszerűsítem a dolgokat magamnak. Nos, köszönöm. Indítsd el a motort. Úrra lassan engedi ki ezt a szart. Na. Ez jól sem kilöki magában a gyerekek, ennyi volt, figyeld! Figyelj, öcsém! Ennyi! Ennyi veszik a szó, miért figyelj meg, biztos le van menve az ára. Nagyon érdekes lesz ez. Föl van menve, az ára, és akkor úgy akár az 1500-ért veszik. Veszponti Gabona eleve alterbe, viszont 10-ért veszik. Olyan áramzaj. Öcsém, te hallod, tudod mit fogok ezzel kapni? Ez semmit, morán. Várja, nézzünk egy térképet, hol szarabb van az. Ja, jó, oké. Okay. Ennyi. Ennyi az első oda. Gyerekek, csődbe fog menni a gazdaság. Ki kell találni valamit, kell valami. Figyelj, földet kell venni, mert ebből nem fogunk meggazdagodni ebből a pici földből így. Figyelj, ezer... Ez 2000 izét fog érni. 2000... pénzt. Örülök, ha kapok érte 2000 eurót. Ez nagyon-nagyon szomorú. 2000 euróval meg mit csinál? Kitördöm a seggem. Gyerekek, hány vetésforgót kellett volnom ahhoz, hogy valamit tudjak alkotni? Hát bazza, még el kell adnom valamit. Gépemet vagy valamit. Földet kell venni, valamit ki kell találni a gyerekek, mert ez nem lesz jó. Jó, ez nem rossz már, hogy itt van, tudok én vetni meg minden, de ekkora kicsi földön nem éri meg. Ide kellene egy nagy föld. Tudjátok milyen föld kéne? Olyan föld kéne, ami van rajt fa, leárulom a fát, utána kituskózom, és utána leszántom, és akkor felhasználom. Az lenne jó. Ami többször visszahozná az árát. Fenyőfa legyen rajt. Elbazzom. Mindjárt körülnézünk gyerekek, aztán max feláldozunk gépet, nem tudom. A homlokrakodóra gondolom tudok rakni lönnvillát. Valamit ki kell találnom, nem tudom. Föl kell áldoznom itt a dolgokat. Ez, jaj, várj, nem jó helyre jöttem el. Ez szomorú. Itt most már kezd a kihívás, nem? Mi gyerekre? Hova szarba kell jönni? Ide. Mutatod itt. Ide még soha nem osztam. De a mapon még soha nem osztam ide semmit. Na, várja, hol van? Aha! Itt gazdagolunk meg. Itt. De még mennyire mi? Oda nézd a pénzt. 2000! Mondtam én! 2000 eurót kaptunk elért. Hogy arattunk, vetettünk, idejét csináltunk, minden szar. 2000 euró! Te ezt tudod mi? Seggemet kitöröltem a 2000 eurójával, gyerekek. Seggemet kitöröltem. Jó, itt mindjárt át kell gondolnunk a helyzetünket, mert nagy bajok vannak, ugye ez nem? Bérmunkázni nem nagyon akarnék, de Úristen! Mindjárt, figyeljetek, nincs olyan helyzet, amiből ne vágnánk ki magunkat. Figyelj, sokkal jobban állunk, mint ahogy kezdtünk. Arra gondoljatok, hogy sokkal jobban állunk, mint ahogy kezdtünk, és reformálni kell a gazdaságot, kicsit át kell alakítani. Az eddigi tervek, az 5 éves terv az nem sikerült. Nem ezzel fogunk meggazdagodni, úgy látom, mert ugye ezt megcsinálom 10-szer,
akkor is csak lesz 20 ezer euró. Mondjuk Tisza megcsinálom, meg lenne a földára. Viszont... ha Tisza megcsinálom, az nagyon sok idő, és addig annyi kártyát húzok, hogy lehet, hogy legatyásodok, persze lehet, hogy milliómas is leszek, de haladni kellene. Én kihúzom véletlenül a földelvesztéset, azt akkor már tényleg ide megőrülök. Ja, nem tudom, gyerekek, nagyon gondolkodok itt a minden. Hát a szomszéd földje az nagyon csupos. Jó, akkor gondolkodjunk, álljunk meg egy kicsit. És akkor annyi, hogy a... meg kell nézzünk a földeket, gyerekek. Meg kell nézzünk a legkisebb földek, mennyibe kerülnek, mi van rajtuk, hogy van rajtuk. Nézzük. Itt is vannak például ilyenek ám, amik ilyen nagyon minimál földek, azokat is át kell nézni. 14 ezer, 13 ezer. Mennyi pénzt tudnánk összeszedni összesen, azon gondolkoztam. Hogyha eladnánk mondjuk traktort, ugye természetesen olyan dolgot adok el, ami már én vettem meg. Kombájt eladnám 12 ezeret, ugye? Az jó. 12 ezeret simán össze tudnék kapni, a dont eladnám. Mert igazából most... sőt, ennél többet. Szerintem minimum egy 20 ezeret össze tudok kapni, úgyhogy abban gondolkodjuk, hogy 20 ezeret össze tudnék kapni. Jó, 20 ezeret. Nézzük, olyan nézzük, amin fák vannak, mondjuk. Itt látni, hogy vannak fák. Hát ez 28 ezer. És nagy. Mondani, ez 13 ezer csak. Figyeld, ez 13 ezer csak. Oda kellene, oda tudok ugrani? Nem tudok oda ugrani, várjál. Bolthoz tudok ugrani, ugye? Meg tudok, várjál már a... melyiket néztük? Majd így meg nem mutatja. Mindjárt várjál, elfutok ide, azt megnézzük ezeket a... ezek a nagy lombhullatok, fák, ezek baromira nem jönnek be. Itt volt egy terület, ugye? Aha. Itt volt egy terület. Mondjuk rohadt messze van, az meg mondjuk... meg rossz rohadt messze van mindentől. Ezzel nem vagyunk kibékülve, mert egyébként itt van ez a terület. Ez volt 13 ezer, az nem sok. Itt van egy terület, 28 drága, az mondjuk ne, ez jó, 21-es, 55 ezer, 22-es, de hogy eladom a dont, akkor nem tudok ugye termelni bár, nem lesz kombájnom, itt egy nagy, 23 ezerbe, ez mennyi, ez 32 ezer, nem hiszem, hogy nincs egy kicsi terület, ami lehetne valamit kezdeni, ez mennyi, 70 ezer, úristen, ez 90 ezer, 350 ezer, úristen, 690 ezer, gyereke. 12 ezer a gabonamalomnál, figyelj, gabonamalomhoz ugorjunk már oda. Gabonamalom mellett itt, a kerítésen túl. Aha. Szép egyenes, figyelj. Meddig van ez? Gondolom a simán, nem? Mert egy-két fa, nem sok fa van rajt. Nem sok fa van rajt. De ugye, azért nem begondolkozok, mert ugye, most hogyha megveszek egy, itt egy egyeset, amit még talán meg is tudnék, vagy hármasat, ugye azon is termelni kell egyből. Kombány nélkül nehéz. Úgyhogy olyan kellene, amin van fa, és azt leáruljuk, és utána tudunk rajta termelni. De jó lenne a közelben lenne, de látom, hogy nem nagyon van olyan. Ez mennyi? Ez 28 ezer. Nézzük itt mi van. 18 ezer. Keleti gabona elevator. 22 ezer, oda nézzé. 17 ezer. 17 ezer. Figyeld, itt föl vannak ilyen erdős részek. Itt a 23-as földnél, mindjárt ide felpróbálunk odaugratni a gabon elevátorhoz. A falu mellett, és akkor elmegyünk erre, és megnézzük milyen, lehet, hogy fenyők vannak, ugye? Van itt kukorica, minden öcsém. Vannak a falusiaknak a földjeiket el kell.
És amúgy azt gondolnád, hogy ez távol van. Nézzétől, de aszfaltos útor. El tudsz menni fűrész valamit, figyelj ide. Végig aszfalton. Na, hol voltak ezek a földek? Itt van például ez. Ez a 23-as földtől egész fölmegy még a 25-ös föld fölé. Tehát akkor a 23-as föld, itt ez az egész. Innen kezdődik. Fenyő, 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 sok fenyő, oda néz mennyi fenyő. És ez elvileg eljön valahova. Ez is hozzá tartozik, ez mi a szám? Ez kávé eddig jön el, így. És egész a folyóig? Egész a folyóig. Eddig az útig, itt egy út. Az út a, úta megye. Szerintem, az úta megye. Igen, az úta megye. Eddig a folyóig el vagy patakig. Aha. Ezért elég vékonyak ezek a fák. Már érje feljövök. Később nem tudom, hogy ezt mennyire tudnám használni. Jó sziklás itt, van már ilyen sziklák. Nem tudom, mennyire tudnám földnek használni. Még a nagy sziklák nem kérnének ide. De ugye elmegy eddig. Itt kiejteném ezt a részt. Figyelj, itt azért lehetne gazdálkodni. 18 ezer, nem sok. Nézzük még meg, pillan a gyerekek. Fú, bocs, de itt nagyon meg kell gondolni ám. Viszont ez meg 22, ez 17 ezer, ez 22 ezer. Nézzük meg, a 25-ös föld fölé fölmegy. És elmegy egészen a 28-asig. A 25 innen kezdődik, ugye? Valahol innen, így végig. Végig, végig, végig. Itt is szerintem lehet, hogy az úta megye. Itt az út, és akkor itt, nem, de itt valamerre elmegy végig. Itt, mondjuk ebbe több fa van. De itt a megye, itt lesz az út, hiszed? Itt is van ilyen kügyek benne. Ez az erdő, jó, nem véletlen erdős. És az elmegy a 28-as föld végéig ide, de mondjuk itt már ilyen elég csekmetes. Meg itt a kő. Jó. Meg kell gondolni, more! Meg kell gondolni, várjál. Itt mi van? Az 42 ezer, biztos jó tele van falva, 30 ezer. 50 ezer. Ez nem rossz. Ez nekem azt mondom, ez a 17 ezeres, ez egész jó. Tele van fenyőfel. Hát 17 ezer, tudom, itt van egy jó. Itt ez 32 ezeres, gondolom, tele van fenyővel ez is. De az nem tudom vele mit csinálni. Hoppá, ez mi? 23 ezer. 24 ezer. Az se jobb nekem. Az a baj, nagyon messze van egyébként megmunkálni. Ó, gyerekek, ó, gyerekek. Nagyon messze lesz megmunkálni. 70 ezer. Fú, bazza. Fú, sose lesz annyi pénzem. Hol lesz annyi pénzem? Leírtsuk egy erdőt, Isztambul, hogy meg tudnánk indulni. Leírtjuk az erdőt, később el is tudnánk adni, ha leírtottuk az erdőt. Meg hát meg tudjuk munkálni, most nem olyan nagy kunst. Jó, oké, azt csináljuk, gyerekek, eladjuk. Elvisszük a izét, a kombányt, a vágóasztallal együtt. Leadom, leadom vasba. Bocs, gyerekek, de egyszerűen nincs pénz, és ebből nem lesz pénz. Ebből a pici területből, ebből a telekből, a krumpliból sokkal jobb pénz jött. Csak ugye a krumplit azt megint úgy kell összeszedned. Szóval a krumpli ültető az még nagyobb üzlet volt meg minden, mint ez az egész, amit én itt leművelek. Ez nem jó üzlet. Úgyhogy itt bocs gyerekek, de ezt itt át kell reformálni kell. Nagy föld kell. Ahhoz, hogy jó, használtuk egyszer ezt a dont, biztos egész jól adnak érte lóvét, várjátok félre kell állnom, mert jön egy autó. Ennyi barátom. Ne jöjjön semmi. Ahogy, de hogy miért nem, miért is nem az? Ne gyertek! Mi van, vége a munkának, vagy mi van? Jó, hát figyelj! Kihívás!
az azzal jár, hogy a problémákat, problémák vannak, és azokat meg kell oldani. És előre megyünk, nem hátra. Jó, előre megyünk, nem hátra, azt eladjuk a kombájn, mi eladjuk a dont. Eladjuk a dont, eladjuk a keresztapát. Jó, eladjuk a... Figyeljtek, tudunk menni, de... kell mindenképpen. És azon agyalok, hogy megnézzük az olyan pótkocsikat, még ráadásul, amik tudnak rönköt hordani, direkt rönkhordó pótkocsit, meg megnézzük, hogy van-e röngvilla az MTZ-re. Hogy komolyabban tudunk-e dolgozni, nem csak kézzel szórni a fát, mint a fékolisztet. Örödér az nem lenne egy utolsó szempont. Hogy hatékonyak lennénk, érted? Hogy ne 5 részig termeljük ki a fát, hanem mit tudom, egy rész alatt vagy két rész alatt megvan. Baromi hatékonynak kéne lenni. Úgyhogy ezt megnézzük ebben a részben egy kicsit ilyen reformáljuk a TSC-t. Hát azt hittük, hogy mi van aztán mégsem. Tehát most ez a tipikus eset arra, hogy a tervek nem úgy alakultak, ahogy szükséges kellettek volna, ugye? Jó. Hadd járjon a motor, ugyanom már. Mondás, oké. Jó, ez is jó, drága volt azért, úgyhogy ez jó. Mondás. Jó, van 23 ezrünk, ugye? Akkor földvétel. Köszönjük ezt a földet. Abi, 17 ezer. Oké, vettünk egy földet. Ezért kellene megnézni az erdészeti gépeket. Ja, oké, pótkocsikat. Erdészeti dolgok külön vannak? Van nekünk olyan, hogy erdészeti? Van rögmoszoló, van darálók is vannak, mi? Van az egy tuskómaró. Ez mihez kell? Csörlő. Ez meg olyan, hogy egyből tudja azt hiszem, hogy darálni. És lehet, hogy még eladásra is megy. De mondjuk, nem. 75 ezer literes. Jó, van izé. HV80. Wood trailer. Tök jó. Ez jó. Az jó izé. 3800 ér, az még talán bele is férne. Van farömszállító trailerek. Most azt kellene megnéznünk, hogy a traktorra tudunk-e homlokrakodó röng megfogót szerelni fel. Ez mi egyébként? Ez ilyen is zsákokhoz, nem? Ez esélyes, hogy nem lesz. Ez szilás villa. Ez a baj, hogy rá fogunk szopni, mert pont az... Röngvilla. De ez érdekes ez a röngvilla. Hogy ez mi ez? Ez záródik? Nem nagyon úgy látom, hogy nagyon záródna. Ez mi ez? Csak így megfogod vele? Ezt nem tudom, gyerekek. Ennyibe fáj 700-ba, hát hogy nagyot nem bukunk vele. Jó, oké, ezt nevezik röngvillának itt úgy látom. Sajnos. Bála tüske, még olyanunk is. Jó, és akkor a erdészeti felszerelésnél valószínű, hogy egy forsrit. Egy ilyen csodálatos forsrit. Plusz 200, bazza, hogyha módosítod a színét, hallod? Beszarsz, komolyan mondom. Ez mekkora? Mekkora ez a cucc? Ez az ilyen kicsi, nem? Valószínű, hogy ez kellene. Ez jónak tűnik. Nem módosítunk rá semmit, kerékbeállítás. Széles gumik teljesen fölösleges szerintem. Alapérdelmezett, jó. Hát imádkozzunk, hogy ez működni fog ez a terv. Imádkozzunk, hogy ez működni fog ez a terv, gyerekek. Nem tudok még egyet rácsatlakoztatni? Mert akkor lehetne úgy, hogy kettőt. Apró ebbe is tudnék dobni.
De ugye elvileg minél hosszabb, annál többet fizet érte. Na várjatok, nyugi, 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 bogé. Akasszunk le. Vegyük fel a homlokrakodót, vegyük le a kanalat, és nézzük meg azt a röngvillát. Elvileg azt hiszem, lehet ilyen módosítót venni, adaptert, amivel a másik homlokrakodónak a röngvilláját is fel tudnánk venni. De jobb lesz megnézni ezt a szituációt. Meg nem tudom, hogy nem kell átra ennek egy súly. 1500-unk van, már megint ugye feléltük az összes pénzünket, amit a Combine-ból szereztünk, de ugye szereztünk egy földet, meg vettünk erdészeti dolgokat. Muszáj egy kicsit erdészkednünk, mert itt nagy baj van. Fakitermelésre már kell állnunk. Így jó, hogy kilátunk közöttet. Hú, egy kicsit így el vagyok szontyolodva, de nem aggódjatok, nem fogja feladni a Keeper, leszünk itt még milliárdosok. Ezt megyünk az MTZ-vel, zsebünkben van, érted? 1500, aztán leszünk mi még milliárdosok. Atya, ó, Isten. Remélem, hogy nem tudom, írjatok tippeket, hogy ti mit csinálnátok. Kíváncsian várom. Hát, hogyha van egy olyan ötlet, amit mindenképpen azt mondom, hogy úristen, ezt kell csinálni. Szerintem ez nem lesz egy rossz. Úristen, ez a Ford kicsi, ez nem kicsi. Még jó, hogy a long izeg van. De ez a röntvillára kíváncsi vagyok. Attól félek, hogy ezt remélem, hogy tud csipni. De olyan fixnek tűnik, mint az állat. Na nézzük meg az F1-jel. Van egy olyan érzésem egyébként, hogy ez nem tud csípni, gyerekek. Ez ennyit tud. Ez annyira röngvilla, hogy semennyire. Ugye ezzel így fölimádkozod a fát. Ja, jó, van, oké. Okay. Nem tud csípni meg semmi. Úgyhogy kemény szituációk lesznek, gyerekek. Ennek nem tudom, le lehet egy nyitni az oldalát. Ez hogy lesz. Úristen, mi lesz itt, gyerekek? Mi lesz itt? Mire vállalkozott a Keeper? Mit tud ő? Feszítő övek, az már jó dolog. Jó. Semmi más. Oké, gyerekek. Valamit kell csinálnom. Oda megyünk. Ebben a részben még. És akkor onnan folytatjuk. Hát figyelj, van ott kitermelhető fa, utána föl tudjuk szántani, utána el tudjuk vetni. És akkor igazából kettő földön tudunk dolgozni, úgy mint... ilyen vetésporgóban, amíg az egyik érik, beérik, addig a másikon tudunk dolgozni, de... valahogy pénzt kellene csinálni gyorsan sokat. Vonulás van, gyerekek, vonulás. Ugye ott is vagyunk, itt lesz egy földút. Jobbra valahol, itt. Kicsit hangos lesz, remélem nem vasárnapban. Hoppa, itt erre. És akkor ez a földút, ez pont oda visz. És akkor itt neki tudunk állni majd. Figyelj, itt a izé, van itt aszfaltos út. Ide szépen lehet végig burogatni. Ez mind a milyen, gyerekek. Meddig tart? Érdekes, hogy a... aha, egész végig. Egész a 23-asig patakig, egész végig itt izé van. Itt végig lehet burogatni. Jó van, srácok! Muszáj, basz. Muszáj valamit kitalálni. És jó hosszúba hagyva, megpróbáljuk felrakni erre a pótra. Remélem, hogy sikerül, remélem, hogy jó lesz. Nem tudom, az a baj, hogy ez nem ilyen csipesz, hanem ez csak egy fix. Tudsz. De hát nem lesz vele egyszerű felrakni akkor úgy. Ja, szívás lesz, szenvedés lesz, gyerekek. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csácsó, hogy csődésztel.